Dombovári Zenész Egyesület közreműködésével vette kezdetét a megemlékezés az 1944. június 30-ai bombázás áldozatairól. Az új dombovári Nagyboldogasszony templomnál gyűltek össze, hogy lerolják kegyeletüket a 12 halott emléke előtt, akik az amerikai bombázók áldozatává váltak. 1943 közepén kezdődött a Magyarország légibombázás, amelyben amerikai, angol és később pedig szovjet repülőgépek vettek részt. Szinte minden a katonai szempontból fontos célpontot bombáztak. Először az olajfinomítókat, hisz a hadsereg ellátása ez nagyon fontos volt. Később a hadsereg ellátása szükséges különböző raktárakat. Az utolsó szakaszban pedig a közlekedési csomópontokat és sajnálatos módon Dél-Dunántúl Dombovár és Kaposvár éppen ebbe a szórásba esett bele, a mindkét városban jelentős vasúti csomópont volt. A közlekedés szempontjából, a hadsereg ellátása szempontjából ezek nagyon fontos átmenőpontok voltak, ezért az amerikai, vagyis a szövetségesek, inkább akkor együtt így kezeljük, szövetségesek, katonai szervező, koordináló csoport úgy ítélte meg, hogy ezeket a csomópontokat meg kell semmisíteni. Sajnálatos módon, és ez az emberi áldozatok miatt sajnálatos, hogy viszonylag pontatlanok voltak a bombázások, tehát a bombák jelentős része nem a célponton esett le. Persze nem tudjuk, hogyha a célpontot találja el, akkor mekkora károk lesznek. Így viszont több lett a polgári áldozat, több lett a civil áldozat, és ugye nem csak Kaposváról is Dombováról van szó, hanem az ország különböző nagyvárosairól, Pécsről, Budapestet folyamatosan bombázták, a második helyen Debrecen volt, ahol óriási átteresztő pont volt, jelentős bombatámadásokat hajtottak végre. Én azt hiszem, azt gondolom, hogy mindazok, akik ezekbe a bombázásokba vesztették életüket, megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk, megérdemlik, hogy emléktáblát állítsunk nekik, és én örömmel és köszönettel jelzem, hogy Dombovár, amit tesz, az példaértékű, hisz nálunk sokfajta, már Kaposváron sokfajta megemlékezés van, de eddig a vasútállomás környéki bombázások áldozataira nem emlékeztünk meg. Az új dombovári Nagyboldogasszony templom bejárata mellett egy emléktábla őrzi azok nevét is, akik az 1944. június 30-ai bombázásban vesztették életüket. A vasútállomás környékén a különböző a vasúti csomópontot, vasúti sineket, az állomás épület kivételével eltalálták a bombák, tehát jelentős károkat okoztak, és sajnálatos módon polgári célpontok, lakóházak is sérültek meg, mint a beszédben is elhangzott, 12 halottról tudunk, ebből 9 MÁV dolgozó volt, és számtalan sérült, sebesült, ebből 16-an, ha jól emlékszem, súlyosan sérültve kerültek be a dombovári kórházba. Az jelenlegi információm szerint ők túlélték ezeket a súlyos sérüléseket. A megemlékezésen Csullag Gábor állandó diakonus imádkozott a hívekkel együtt az áldozatokért, majd Kőszegi Csaba Valér az akkori plébános papírra vetett beszámolójával elevenítette meg 1944. június 30-a történéseit. Már a reggeli órákban hatalmas angol száz bombázó rajok húztak el felettünk, Budapest felé tartottak. Pontosan 10:30-kor 32 bombázógép fejlődött föl Döbrököz irányában, s pár pillanat múlva szörnyű bombazápor hult a telep kaposmenti részére, a telítőtelepre, a vasúti állomás budapesti északi részén. A tűzoltókkal közben álltam a templom terén. Az első bomba lezuhanása után valamennyien a templomtér árkába menekültünk. A föld remegett alattunk, az volt az érzésünk, hogy templomunk tornya megingott, zuhan lefelé. A 32 bombázó gép Dombóvár felé villantova. Ahogy felemeltem szememet, borzalmas fekete felhő gomolygott a júniusi égen. A nagy fekete felhő pedig számos áldozatot kívánt, nem csak Dombovártól, az egész országtól. Eses Sándor, amatőr repülés történeti kutató is megosztotta gondolatait a megemlékezés alkalmával, melynek végén koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket az önkormányzat képviselői, a MÁV munkatársai, a helyi egyesületek, szervezetek, intézmények képviselői, vezetői.